12. alkalommal rendezték meg a Közép-Európai Színházi Fesztivált Kassán, melynek keretében a Visegrádi Négyek társulatai mutatkoztak be. A házigazda Kassai Állami Színház mellett szlovák, cseh, magyar és lengyel teátrumok érkeztek a városba. A Magyar Színház művészetet a Soproni Petőfi Színház, a Budapesti Nemzeti Színház és a Zentai Magyar Kamara Színház koprodukciója képviselte. Minden olyan esemény, ahol lengyel, szlovák, cseh, de hát tudom, hogy más országokból is a 12 év alatt voltak itt műhelyek, azok találkozzanak egymással, tanuljanak egymástól, és ellássák a közönséget azzal a hittel, hogy nem csak magyar, hanem a V4-ekbe tartozók, sőt, Európában mindenütt van egy sajátos színházi kultúra. Ez az a pezsgés, ami egy kulturális közéletet ad itthon, otthon vagy Európában. A társulat Henrik Ibsen, norvég drámaíró utolsó, Ha mi holtak föltámadunk című darabját mutatta be Pataki András rendezésében. A művészetért önmagát feláldozó ember tragikus csalódásának kifejezése a mű. A főhősben az alkotás iránti elhivatottság testesül meg, elhanyagolt kapcsolataiban és sorsában keresi a feltámadást, ami egyúttal a halálon túlmutató életet és igazi szeretetet jelenti. Ürítsük fenéig az életporrát! Te meg én! A két halott! A szobrászművészt alakító Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színész számára egyben volt hatalmas erőpróba és egy nagy találkozás a szerepvállalás. Ez ma játszódik, ezt mi játszuk. Ez az ember a Szilágyi, ha tetszik, a Széjes Feri, meg a Szőcs Erika, meg a Anikó. Ezek mi vagyunk. Csak bele van helyezve. A mi életünkből próbáljuk ezt megfejteni abban a nagyszerű térben, amit a rendező és azt a tükröt, amit ő mutatott, és közösen létrehoztunk valamit. Ezek mi vagyunk. Őrületes indulatokkal, szenvedélyekkel, azt hiszem ez újdonság is, és ezt a művét nem szokták sokat játszani, és nekem ezen a Röpke 53 szezon alatt, mert ez volt az 53. szezonom, biztos benne van abban a 10-15-ben, amiért érdemes volt a pályán lenni. A Nemzetközi Fesztivál központi témája az ember, az egyén sorsa volt, amit különböző színházi műfajok nyújtott a lehetőségek egyedi megragadásával vittek színre a társulatok. Az egész Közép-Európai Színházi Fesztivált nagyon-nagyon szeretem, nagyon sokszor járunk. Ebben az évben az Elitit néztük meg, az az első előadás volt, a Szlovák Nemzeti Színháznak az előadása, és most folytatjuk tovább, megyünk még a Terrorra is megnézni. És nagyon szeretném, hogyha továbbra is folytatódna, mert így tudjuk egy helyen megnézni más színházaknak is a műsorát, a kínálatát. A V4 Fesztivál fő célja, hogy olyan társulatok munkásságát mutassa be, amelyek működési területe és színházi tevékenysége különleges az adott országon belül és Közép-Európában is. Az egész fesztivál ötlete az volt, hogy színházi idény elején megnyissuk a színházakat Kassán, egy az, másik pedig az, hogy megmutassuk a nézőknek a város, van kint szabadtéren is a színházakat. Tehát különböző színházak jöjjenek el más távolabbi városokból is, legolyanokból, amik nagyon mondjuk határ mellettiek, és hasonló pozíciójuk van, mint Kassának. Nem csak most, de valamikor régen is. Tehát ilyen multikulturális, multinemzetiségű, multinyelvű város. A fesztivál keretében összesen 9 színházi előadást és az első Kassán forgatott és gyártott szlovák játékfilmet tekinthetett meg a közönség a helyi kőszínházakban és a belvárosi szabadtéri helyszíneken.